Egy egészen különleges vándorkiállítás érkezett Dunaújvárosba szerda délelőtt. A II. Reformkor alapítvány összegyűjtötte az elmúlt 20 év legsikeresebb és legelhibázottabb EU-s forrásokból megvalósult beruházásait, és ezeket egy 9 állomásos országjáró kiállítás részeként mutatták be az érdeklődőknek. A kezdeményezés apropóján Vona Gábor az alapítvány elnöke kiemelte: szokták mondani, hogy sírva vigad a magyar. Vigadva sírunk egy-egy ilyen beruházás átadásakor is, mikor azt látjuk, hogy mire és hogyan használták fel az Európai Unióból érkező pénzeket. Nagyon vegyes az ember érzése, ha nagyon vegyes a mérleg, hogy azok a pályázatok, amik az Európai Uniós támogatásokból megvalósultak, azok valóban segítették az országot, és egészen sok rém történet van, meg híressé vált mém, hogy hogyan valósultak meg különféle pályázatok, de mi szerettük volna a másik oldalt is megmutatni, hogy egyébként lehet jó célokra, és lehet hatékonyan is felhasználni ezeket a forrásokat, és maga a vándorkiállítás célja az, hogy úgy kicsit szembe jöjjön a valóság. Hogyha valaki elsétál a maga város, saját városának a főterén, akkor egy picit így 20 év távlatából szembeütközön azzal a kérdéssel, hogy hogyan használtuk fel ezeket a forrásokat, és a jövőben hogyan lehetne jobban felhasználni. Nyilván nem csupán a múltat szeretnénk bemutatni, hanem szeretnénk elgondolkodtatni és a jövő felé orientálni a gondolkodás, tehát hogy van egy ilyen távlati célja is ennek a kiállításnak. Az alapítvány elnöke kiemelte, az emberek online szavazhattak a legjobban és legrosszabbul sikerült beruházásokról. A legeket mutatja be a kiállítás. Sajnos az is látszott, hogy a jól sikerült projektekből jóval kevesebb volt. Pénz szórásból annál több, gondoljunk csak az országos médiát is megjárt idézőjeles lombkorona sétányra, erdő és lombok nélkül. A lombkorona sétány az szerintem mindenki számára ismert, tényleg az egész országot, vagy talán az egész Európát bejárt beruházás. Én még idehoznám a barcsi mosdókat is, ahol a WC-k nincsenek elválasztva, pedig már úgy átadták ezt a pályázatot, és hát nyilván mi viccesen trónfosztásnak neveztük ezt a beruházást, hát elég érdekes így elképzelni, hogy mondjuk elmegy oda valaki, és ha mondjuk éppen olyan helyzetbe kerül, hogy WC-re kell menni, akkor igazából nem tudja elszeparálni magát a mellette ülőtől. Ezért vigadva sírós ez a kiállítás, mert hogy szomorú, hogy mennyi pénz elmegy egy ilyen semmitmondó, rossz és megmagyarázhatatlan beruházásra, de az ember kinyában már nevet egy picit, vagy mosolyog. Mind a jól sikerült, mind pedig a már szégyenteljes beruházásokkal kapcsolatban felmerülhet a kérdés, hogy ez mégis hogyan történhetett meg. Vona Gábor szerint ennek több oka is lehet, kezdve az illetékesek, például polgármesterek belerondításával, egészen a pénzek felhasználását kidolgozó stratégia hiányáig. A legnagyobb vétkes azonban az ellenőrző rendszer, pontosabban annak hiánya lehet. Hiányzik a megfelelő ellenőrzés, és most hogy legyek nagyon távolra. Én azt hiszem, hogy az Európai Unióból is, mintha hiányozna az igazi szándék, hogy ezeket szigorúbban ellenőrizze. Azért 20 év tényleg eltelik most már lassan, és hogyha az Európai Unió nagyon-nagyon akarta volna, akkor biztos tudott volna tenni valamit. Úgyhogy én felvetném nagyon halkan és nagyon óvatosan azt a kérdést, hogy biztos, hogy az Európai Uniót zavarja nagyon ez a helyzet, mert ha zavarna, akkor azt hiszem, hogy meg lennének az eszközei, hogy tegyen ellene. Szóval ez egy komplex, összetett kérdés. Továbbra is sírva vigad a magyar, sőt, néha vigadva sírhatunk is. Egy biztos, ha nem változik semmi, akkor továbbra is sokkal egyszerűbb lesz bemutatni az elhibázott Európai Uniós forrásokból megvalósult beruházásokat.